Kettő Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ekkor pihenhetünk, 2023-ban összesen 6 hosszú hétvége vár ránk az idei évben. Balesetek, sok dolga volt a rendőröknek az elmúlt napokban. Megemelkedett a halálesetek száma. Csak decemberben 17-en hunytak el lakástűzben és szénmonoxid mérgezésben Magyarországon. A legklasszikusabb újévi fogadalom a fogyás. Hamar feladják a fogadkozók. Összesen 6 hosszú hétvége vár ránk 2023-ban. Az első húsvétkor lesz majd, de például pünköstkor, karácsonykor és szilveszterkor is többet pihenhetünk, mint egy átlagos hétvégén. Még csak most kezdődött el 2023, de az első munkaszüneti napon már túl is vagyunk, az ugyanis január 1-ére vasárnapra esett. Március 15-e ezúttal egy szerdai nap lesz, a nemzeti ünnepkor nem kell majd bemenni a munkahelyre. A hosszú hétvégék sora idén húsvétkor kezdődik, az ünnep nagypéntekkel együtt április 7-e és 10-e közé esik, vagyis a legtöbbeknek 4 napig nem kell dolgozniuk. A május 1-i munkaünnepének köszönhetően szintén sokan otthon maradhatnak hétfőn, de ez csak 3 napos hosszú hétvége lesz. Pünköst ugyancsak 3 napos munkaszüneti időszakot hoz, május 27-e, 28-a és 29-e között. 2023. augusztus 20-a vasárnap lesz az államalapítás és államalapító Szent István király emlékére, akkor nem lesz hosszú hétvége, sem munkanap áthelyezés. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének ünnepnapja hétfőre esik majd. Ekkor sem kell a legtöbbeknek munkával foglalkozniuk a hét első munkanapján. Ez lesz ugyanis az év 3. 3 napos hosszú hétvégéje. Minden szentek napja szerda lesz, vagyis november 1-e csak 1 napos munkaszüneti napot jelent, hosszú hétvégét nem. Karácsonykor sokan örülnek majd, ugyanis az ünnep első napja szenteste hétfő lesz. December 25-e kedd, 26-a szerda, így december 23-a szombattal együttesen 4 napos hosszú hétvége vár ránk. Az évet pedig szintén hosszú hétvégével zárjuk. Szilvesztert ugyanis hétfőn ünnepeljük majd 2023-ban. Összesen tehát ebben az esztendőben 4 3-napos és 2 4-napos hosszú hétvége vár ránk, munkanap áthelyezése pedig egyszer sem kerül sor. Több mint 674 millió forinttal segít 4 Tolna vármegyei várost a miniszterelnökség, hogy a települések könnyebben tudják kigazdálkodni a megemelkedett energiaárak számláit. Szekszárdra 365, Tolnára 133, Dombóvárra közel 93, míg Bonyhádra közel 84 millió forint érkezik erre a célra. A pénz a megnövekedett rezsiköltségekre fordítható. Az erről szóló kormányzati anyagban azt írják, cserébe takarékosságot kérnek az érintett 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú városoktól. A döntés értelmében egyébként országosan 138 település és 17 fővárosi kerület, így mintegy 44 milliárd forinthoz jut hozzá. A kormány az intézkedéseivel kiszámíthatóságot szeretne biztosítani a családoknak, mert ez segíti a gyerekvállalást, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden. Hornung Ágnes az új családpolitikai intézkedéseket ismertetve beszélt a 30 év alatti anyák SZIA-mentességéről, a tanulmányaik alatt vagy azok befejezését követő 2 éven belül gyereket vállaló, szintén 30 év alatti nők diákhitelének elengedéséről. A szintén 2 évvel meghosszabbított falusi csok igénybevételének feltételei sem változtak, csupán a településlista módosult. Hozzátette, a családi otthon teremtési kedvezmény segítségével az elmúlt években minden 4. család tudott új otthonba költözni. A kormány az intézkedéseivel az emberek teljes életútját szeretné lefedni, a támogatásokat a változó körülményekhez és az aktuális gazdasági környezethez igazítják, mondta az államtitkár. Továbbra is igényelhető a babaváró támogatás, hogy a vágyott gyermekek megszületése előtt minél kisebb legyen az anyagi akadály. A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülőkre is gondoltunk. Számukra a mindennapok nehézségeit a magasabb összegű családi pótlékon és a jövőre 232 000 forintra emelkedő gyodon kívül további adókedvezménnyel könnyítjük. A szülők havonta plusz 10 000 forint családi adókedvezményben részesülhetnek. Az új intézkedések mellett továbbra is mintegy 30 családtámogatási formával segítjük a gyermeket vállaló és nevelő családokat a mostani nehéz helyzet ellenére is.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően Tamási Város önkormányzata a lakosok részére mammográfiás szűrést szervez. Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Kesszőhidegkút, Magyarkeszi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Pári, Regőj, Szakadát, Szakály, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Simontornya, Pincehely részvételével. A hölgyek a szűrést meghívó levéllel, illetve 40 éves kor felett házi orvosi beutalóval tudják igénybe venni. A mammográfiás szűrővizsgálatra előjegyzési időpontot a 0621-350-0380-as telefonszámon tudnak kérni hétköznapokon 8 és 16 óra között. A vizsgálatot Tamásiban a rendelő intézet parkolójában végzik el január 9-e és 30-a között. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, hiszen az időben felfedezett és kezelt emlőrák jó eséllyel gyógyítható. Esemény dúsan teltek az elmúlt napok Tolna vármegye útjain. A rendőröket összesen 2 könnyű sérüléses és 10 anyagi káros balesethez riasztották. Szekszárdon többek között 2 autó ütközött össze, továbbá az egyik buszmegállóba is belehajtott egy férfi. Az elmúlt napokban sem unatkoztak Tolna vármegye egyenruhásai. Néhány napja az esti órákban egy férfi ment autóval Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában, ahol figyelmetlensége miatt neki ütközött az előtte forgalmi okokból lassító kocsinak. A baleset során az utolért jármű utasa könnyebben megsérült. A másik könnyű sérüléses baleset Tamásiban történt szilveszter délelőttjén 9 óra körül időben, amikor is egy autós a Szarkahegy utcában tolatásba kezdett, és figyelmetlensége miatt nem észlelte, hogy mögötte egy idős asszony gyalogol, így a nőt elütötte. A helyi asszony az elsődleges információk szerint könnyebben megsérült. Szekszárdon egy fiatal férfi túl gyorsan hajtott, elvesztette az uralmát a kocsi felett, ennek következtében pedig belehajtott az egyik busz megállóba. Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfi ittasan ült a volán mögé, illetve a vezetéstől a hatóságok korábban már eltiltották. Őt további mintavételre előállították, és ellene büntető eljárás indult. Ezen kívül az anyagi káros balesetek között szerepelt vadelütés, voltak utoléréses balesetek, parkolói koccanások, illetve egy esetben egy kutya szaladt ki a közlekedő jármű elé, aki már az ütközést a sofőr elkerülni nem tudta. Dombóváron pedig egy autós telefonfülkének ütközött. A sofőr elmondása szerint egy ráfutásos balesetet próbált meg elkerülni, ezért tért le az útról. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy a közlekedési szabályokat tartsák be, a sebességüket mindig az út, a látási és az időjárási viszonyoknak megfelelően válasszák meg. Legyenek türelmesek egymással szemben, hogy mindenki épségben hazaérjen. Szerdától újabb változás lép életbe a magyar benzinkutakon. Január 4-től ugyanis újra emelkednek az üzemanyagárak. A benzinért bruttó 10, míg a gázolajért 4 forinttal kell majd többet fizetni. Így a 95-ös benzint 652 forint per liter, míg a gázolajat 720 forint per liter átlagáron kaphatjuk meg a töltőállomásokon. Sokat spórolhatunk akkor is, ha előre tájékozódunk arról, hogy hol a legolcsóbb az üzemanyag, hiszen nagy különbségek lehetnek a kutak árai között. A Mi himnuszunk címmel hirdetett rajzpályázatot a bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház, hiszen idén lesz 200 éves ez az ikonikus mű. A pályázatra a 10 és 18 év közötti diákok jelentkezhetnek. A4-es vagy A3-as méretben adhatják le bármilyen technikával készült alkotásukat, aminek a hátoldalán kell feltüntetni a jelentkező nevét és életkorát. A pályázatokat január 20-áig lehet leadni a bátaszéki Művelődési Házban. Csak decemberben 17-en haltak meg lakástűzben és szénmonoxid mérgezésben Magyarországon, de Tolna megyében is volt halálos áldozata a nem megfelelően karbantartott fűtőberendezéseknek az év utolsó hónapjában. Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője arra hívja fel a figyelmet, hogy ellenőriztessük ezeket az eszközöket, és akinek lehetősége van, rászerezzen be füstérzékelőt és szénmonoxid mérőt, mert életet menthet. Bár enyhe telet élünk, a fűtési szezon már októberben megkezdődött hazánkban, ezzel arányosan megemelkedett a kémény és lakástűzek száma, valamint a szénmonoxid riasztások esete is több lett. Itt 2022-ben
109 alkalommal vonultak a tűzoltóink tűzesetekhez, ez több mint 314 tűzoltó fecskendőnek a beavatkozását jelentette. 2500 négyzetméternyi terület lett teljes mértékben a lángok martalékává, és hát ami a szomorúbb számokat, statisztikát jelenti, az pedig annyit, hogy 5 alkalommal sajnos emberi életet is követeltek ezek a tragédiák, valamint 9 esetben pedig megsérültek ott a lakásban tartózkodó személyek. A lerakódott korom újragyulladásának elkerüléséhez azonban fontos, hogy minden évben kitisztítassuk a kéményünket a szakemberekkel. Ezt akár most is megtehetjük. A 1818-as telefonszámon kérhetjük a kéményseprők segítségét. Tolna megyében 30 alkalommal vonultak kéménytüzekhez az elmúlt évben a lánglovagok. Ezek a képek január 3-án hajnalban készültek. Egy melléképület gyulladt ki Budapesten, amiről a lángok átterjedtek a szomszédos lakóházra. Az ingatlanból 5-en ki tudtak menekülni, de egy férfit nem sikerült élve kimenteni az égőházból. A tragédia talán egy füstjelzővel elkerülhető lett volna. Hogy gyakorlatilag bárhol van ennek létjogosultsága, tehát minden házban, lakásban van létjogosultsága egy füstérzékelőnek, az ilyen nem várt események is, mint például az, hogy egy szomszédos melléképületbe keletkezzen egy tűz, és így terjedjen tovább, vagy érjék el a lángok azt az ingatlant, ahol éppen mi alszunk, megmentheti az életünket, úgyhogy ezt is mindenkinek javaslom egy ilyennek a beszerzését. A másik alattomos gyilkos a szénmonoxid. 20 ilyen esethez riasztották a Tolna megyei tűzoltókat 2022-ben. Egy kiegészítő fűtést toltak be egy melléképületbe, egy szobának berendezett melléképületbe. Ez egy Siesta kályha volt, ez egy PV gázpalackról üzemelt, és ez az, ami gyakorlatilag a szoba levegőjét, oxigénjét elhasználta, és miután ez elfogyott, gyakorlatilag itt keletkezett a tökéletlen égés során szénmonoxid szaporodott fel, és ez vezetett odáig, hogy a tragédiához két ember már nem tudta elhagyni az érintett helyiséget. A szóvivő kihangsúlyozta, a megelőzés a legfontosabb intézkedés, tehát mindenki ellenőriztesse a fűtőberendezéseit, és ha van rá lehetősége, szerezzen be riasztó eszközöket, amik akár életmentőek is lehetnek. Azok, akik februárban induló felsőoktatási képzésekre jelentkeztek, január 10-ig végezhetik el hiányzó dokumentumaik pótlását, valamint az adat- és sorrendmódosítást. Azok részére, akik hiányosan adták be jelentkezésüket, már kiküldték az erről szóló értesítést és hiánypótlási felszólítást a jelentkezőknek, tehát érdemes ellenőrizni e-mail fiókjukat, hogy kaptak-e ilyen küldeményt. Az ügyintézés legegyszerűbben az e-felvételi oldalon végezhető el, ahol a már benyújtott dokumentumok feldolgozottsága is ellenőrizhető. A ponthatárokat várhatóan január 24-én hirdetik ki. Tolnán is van lehetőség a használt olaj leadására. Néhány hete egy gyűjtő edényt helyeztek ki a Pittypang óvoda elé, ami bármikor megközelíthető. A tartályba egy jól lezárt műanyag flakonba vagy üvegbe töltve lehet bedobni a használt olajat. A környezet tudatosság érdekében, aki meg tudja oldani, vigye oda a használt sütőolajat és zsíradékot, hiszen ezeket újrahasznosítják. Szilveszterkor a legtöbben fogadalmat tesznek az új évre vonatkozóan. A fogyás mindig is a listán szerepelt, de az emberek nagy többségének a lelkesedése az első egy-két hét után elfogy. A szakemberek szerint ahhoz, hogy hosszú távon kivitelezni tudjuk a magunknak tett ígéretet, elsősorban tudatosságra, kitartásra, másodszorban az étkezés megreformálására és a sport napi szintű beiktatására van szükség. Szilveszter éjjel az emberek nagy többsége fogadalmat tesz a jövő évre vonatkozóan, talán azért is, hogy megnyugtassák a lelkiismeretüket, vagy azért, mert az egésznek nincsen tétje. Lehet fogadalom az, hogy leszoknak a cigiről, vagy letesznek egy nyelvvizsgát, de a legtöbben azt fogadják meg, hogy ledobják azt a 10 kiló felesleget, ami rajtuk van. Az évváltása mindig tökéletes alkalmat ad arra, hogy új ént, új életet indítsunk. Január első hetében a konditermekben is megszaporodnak a lelkes fogynivágyók, ám ez a lendület nem tart sokáig. Nagyjából egy 20%-kal szokott megnövekedni a terem látogatottsága. Ez a 20% körülbelül egy hónapot aktívan belé is tesz ebbe a munkába, de a fele az kb. Ott be is fejezi ezt a tevékenységet, mert rájönnek arra, hogy ezt gyorsan nem adják, ez kitartó kőkemény munka. És sokszor elszáll a lendület, mint minden más tekintetben, és mikor újévi fogadalmakat teszünk. A tudatossággal és kitartással sikerre vihető az újévi elhatározás, ehhez azonban elsősorban az étkezést kell átalakítani. Az első az étkezés, amit helyre kell tenni, egy életmódváltást kell végezni.
diétákba alapvetően nem hiszek, életmódot kell váltani, és mellé kell tenni a mozgást, mint energiaigető tevékenységet. Van, aki ezt itt találja meg az edzőteremben, van, aki máshol, de alapvetően ez a kettő, ami létre tudja hozni a fogyást, illetve az testalkatváltozást. Az újévi fogadalomban rengeteg a buktató, de a konstrukció mégis sikeres. Elvégre pontosan azt adja az embereknek, amire vágynak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Megköszönték a mentősök munkáját. 2022-ben 40 ezer bajba jutotton segítettek. Legek a tűzoltóknál. Bőven akadt dolguk a somogyi lánglovagoknak tavaly. Használni és birtokolni sem lehet bizonyos tűzi játékokat. Január 5-ig kell visszavinni a pirotechnikai eszközöket. A mentősök egész éves munkáját köszönte meg a Baranya megyei önkormányzat elnöke szilveszter napján. Őri László italt vitt az óév búcsúztató alatt szolgálatot teljesítő dolgozóknak. Az idei évben több mint 40 ezer bajba jutotton segítettek a mentősök Baranyában, ezt köszönte meg a megyei elnök a Baranya Segít program keretében. Alkoholmentes pezsgő, édesség, rákcsálnivaló a dobozokban, megérkezett a Baranya megyei önkormányzat ajándéka pécsi mentőállomásra szilveszter napján. A megyei elnök adta át a finomságokat, megköszönve ezzel a mentősök egész éves munkáját. Pécset most már közel évtizedes hagyomány az, hogy az óév utolsó napján köszönetet mondunk a mentősöknek az egész éves szolgálatáért. Az idei évben is több mint 40 ezerszer vonultak ki, az azt jelenti, hogy több mint 40 ezer bajba jutott baranyainak segítettek akkor, amikor baj van. Hálás szívvel köszönjük nekik. A mentősök szívesen fogadták az adományt, mint a szóvivő elmondta, jó érzéssel tölti el őket, hogy így is gondolnak rájuk az év utolsó napján. Nagyon köszönjük a felajánlást, ez nagyon jó érzés a dolgozóinknak, hogy azok, akik a családjuktól távol kell töltsék a karácsonyi ünnepkört, és ugye ide kell vegyük, illetve a szilvesztert. Egy kis étel és italadománnyal megemlékezik elnök úr és a Baranya Segít program rólunk. A mai napon Pécsen 10 mentőautó teljesít szolgálatot, a megyében pedig további 14 autón szolgálnak a bajtársaink. Ilyen készültséggel várták az új év búcsúztatót, illetve az új évet a pécsi mentőszolgálat dolgozói. Országosan egyébként 3608 esetet láttak el szilveszterkor a mentősök. A somogyi tűzoltók minden évben összegyűjtik és közreteszik a valamilyen szempontból érdekes, különleges vagy legnek számító eseteket. A 2022-es összefoglalójukban volt tragikus tűzeset, legnagyobb leégett épület, és tavaly volt olyan májusi éjszaka is, amikor 212 segélykérést rögzítettek a katasztrófavédelem munkatársai. A legtragikusabb tűzeset 2022. januárjában a Kisbárapátiban, majd 5 nappal később a Görgetegen lévő családi ház tűz volt. Mindkét épületben tartózkodott személy, életüket azonban már nem lehetett megmenteni. A múlt évben azonban másmilyen legek is születtek. Még szintén januárban került be a legnagyobb leégett épület is a legek közé. Hatalmas lángokkal égett egy műhelycsarnok január utolsó hétvégén Kaposváron a Raktár utcában. A tüzet egy arra járó vonat mozdonyvezetője észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófavédelmet. A csaknem 600 négyzetméteres épületből a kaposvári hivatásos tűzoltók több gázpalackot is kihoztak, illetve később az oltási tevékenységhez csatlakoztak a köti egyesület önkéntesei, valamint a dombóvári hivatásos tűzoltók is. A tüzet több vízsugárral, több óra leforgása alatt sikerült a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával eloltani. Két acetilén palackot hőhatás is ért, ezt mesterlövész hatást tanította. 2022-ben legek születtek és dőltek meg a segélyhívások tekintetében is egyetlen éjszaka alatt. 212 segélykérő hívás érkezett május 25-én a megyei műveletirányítási központba. Ez éjszaka a Barcs-Nagyatát Kaposvár vonalon végigvonuló vihar, amely zivatarral, nagy széllel és jéggel járt, letarolta a fákat. Kaposvárról érkezett a legtöbb hívás, de Mikére, Segestre, Jákóra is várták a tűzoltókat, ahol a jég megrongálta a házak tetejét.
A következő napokban a kaposvári hivatásos tűzoltók, a böhönyei és a nagybolyomi önkéntes tűzoltók, valamint helyi ácsok házról házra jártak, és eltávolították a sérült cserép és palafedést, illetve közreműködtek a tetők fóliázásába is. Egy eltűnt férfi keresésében is kérték a Kötél Egyesület, illetve a kaposvári hivatásos tűzoltók segítségét augusztus 11-én délután. Az évvégi összegzésben szerencsére azért több volt a pozitív kimenetelőleg. Ez az Őzbak is szerencsés volt, aki Siófokon az Ezüstpart egyik építési területén szorult a kerítésbe. A helyszínre érkező tűzoltók kiszabadították, biztonságos helyre szállították, majd szabadon engedték. Ugyan gazdát cserélt, de továbbra is Somogyban maradt az ország legerősebb tűzoltói elismerés is, miután ifja Bodó László bizonyult a legjobbnak a júniusi megmérettetésen. A legtöbb szilveszter után megmaradt tűzi játékot felhasználni és birtokolni is tilos. Hívta fel a figyelmet a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke. Cselászló kiemelte, hogy a fel nem használt pirotechnikai eszközöket január 5-ig vissza kell vinni ahhoz az árusítóhoz, akinél megvásárolták a terméket. Ezután a szakembereknek kell gondoskodniuk a megsemmisítésről. Akiknél szilvesztert követően megmaradtak pirotechnikai eszközök, azoknak, ha nem egész évben felhasználható termékekről beszélünk, vissza kell vinniük a tűzijátékokat az árusítóhoz. Hívta fel a figyelmet a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke. Cseh László emlékeztetett, hogy csak december 31-én este 6 óra és január 1-e reggel 6 óra között használhatták fel a vásárolt pirotechnikai eszközöket a lakosok. A vásárlás helyére blokkal tudja visszaszállítani, ott ingyenesen vissza kell, hogy vegyék a pirotechnikai terméket forgalmazók. Ez azt jelenti az ingyenes visszavétel, hogy a vásárló nem kapja vissza a vásárolt terméknek az értékét, le kell adni. Ez költségbe kerül a pirotechnikát forgalmazó cégnek, ugyanis ő ebben az esetben a megsemmisítéséről kell, hogy gondoskodjon. A fel nem használt tűzijátékokat január 5-ig vissza kell vinni ahhoz az árusítóhoz, akinél azokat korábban megvásároltuk. A konténereken megtalálhatók az elérhetőségek, hogy hol válthatók vissza ezek az eszközök. A pirotechnikai törvény egyértelműen fogalmaz, hangsúlyozza Cseh László. Különböző kategóriákba sorolja be a tűzijátékokat, a legtöbbet pedig még csak birtokolni sem lehet az év többi napján. Vannak egészében használható termékek, vannak pedig amelyeket nem is vásárolhatja, illetve nem is használhatja fel egész évben. Erre megvannak azok a pirotechnikai cégek, akinél megrendelheti ezeket a szolgáltatásokat. Tehát a nagy többségét a termékeknek, ezt most nem tudom kategóriára elmondani, vagy típusra elmondani, mert kicsit sokáig tartana, nem tarthatja, nem birtokolhatja magánál az állampolgár. A pirotechnikai eszközök között 1-es, 2-es és 3-as kategóriákat különböztetnek meg, melyek korhatárhoz is kötöttek. 14 év felett csak az 1-es, a 16 évnél idősebbek már az 1-es és 2-es, míg a 18 évesek már a 3-as kategóriából is vásárolhatnak. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Ekkor pihenhetünk 2023-ban, összesen 6 hosszú hétvége vár ránk az idei évben. Balesetek, sok dolga volt a rendőröknek az elmúlt napokban. Megemelkedett a halálesetek száma. Csak decemberben 17-en hunytak el lakástűzben és szénmonoxid mérgezésben Magyarországon. A legklasszikusabb újévi fogadalom a fogyás. Hamar feladják a fogadkozók. Szerdára csökken a hőmérséklet, de marad az évszakhoz képest enyhe idő. Számottevő frontfelhőzet nem lesz felettünk, így ahol nem lesz köd és ködfelhőzet, ott szép napsütéses tavaszias idő alakul ki, ugyanakkor sokfelé lehet ködös, párás, borongos, hűösebb idő is. Ez a kettőség határozza meg az időjárást. A nap folyamán előreláthatólag csökken a tartósan ködös területek mérete, estétől megvastagszik a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!